Szia, kedves Mazur! Hello! Sziasztok, GSTV nézők egyébként Hello. Is. Mint látjátok a magazinban, jó sok oldalon át Mazur boncolgatja. Vagy négy oldalon át boncolgatja, hogy miért jó a Transformers új játék, vagy éppen nem. Igen. De egyébként jó. Egyébként jó. Az első részt azt még én teszteltem, és ez egy egyszerű TPS, üst szét a házat, dobáld el az autót, nyírt ki a következőt. Ez teljesen más. Ez teljesen az más. Arcod alapján. Ez teljesen más. Ezt mások is csinálták, a régi nagy kedvenc Simon Studios. Nem tudom egyébként, aki nagy PC-s és nem mozgott konzol berkekben. Nem biztos, hogy tudja. Nem biztos, hogy ismerte a Darkwatch játékokat, ami nekem speciál nagy kedvencem volt, a vámpíros western keverék. Igen, Xbox 1-en volt, hogyha jól emlékszem, még csak nem is az újon. Na mindegy, szóval ők csinálták, és hát amiket mondtak róla előre, hogy hú, végre egy szabad játékmenet, stb., az nem igaz, tehát ez egyáltalán nem. Az, hogy még GTA-nak is hihettük, hogy GTA-k volna, de egyáltalán nem az. Viszont nem baj. Én amikor elkezdtem játszani vele a single player kampánnyal, amit ugye el lehet kezdeni a Alca és Autobot oldalon is. Egyébként egy lineáris, kvázi lineáris sztori az egész, mert úgy van, hogy elvileg Alcaként kezdesz. Igen, tehát tulajdonképpen a TPS maradt, csak teljesen más tehát más a sztori felépítés, vagy egyáltalán mi köze van a kettes-hármas filmhez, mert az... Azt a filmhez semmi. Ez előzményeket dolgozza fel. Még ugye Cybertronon játszódik, ugye a Transformerek szülőbolygóján, és hát nem nagyon akarom elmesélni, hogy mi a történet. Lényeg az, hogy Megatronnak támad egy ördögi terve, amit megpróbál kivitelezni, és hát nincs más választásunk, mint hogy ezt valami szinten megakadályozzuk. Ahogy nézem, az első fejezet ugye az Alca oldal, és akkor utána kapcsolsz bele Autobot oldalon. Hogy mennyire hosszú a kampány? Elég hosszú. Tartogat? Órát nem tudok mondani, mert én elég pöcsölősen szoktam játszani, így mindent megnézeket. Utolsó minden csavarkulcsot is. Minden sarokba bepillantok, de mindjárt vége ezt a videónak, és még nem beszéltünk semmi konkrétan. Hát kérdezném a multiplayert egyébként, igen, de majd maximum oda teszünk még videót. Na, akkor nagyon gyorsan tényleg az infok, mert rá fognak koppintni az órunkra. A játék az egy teljesen hagyományos TPS lenne, de azért nem az. Egyértelműen érezhető ugye az Unreal Engine-ből fakadó, tehát az Unreal Engine-ből ismerős képi világ. Ugye hát Gears of War is, hogy is mondtad, hogy ilyen tesztoszteron szagú hatalmas szekrény hátú férfiak, vagy valahogy nem, te szoktad mondani, így jellemezted. Chris Taylor volt az, aki a panelháznyi robotokat szerette mindig minden játékban, a Supreme Commander, na ez is olyan, csak másképp. Mindenesetre ugye a Gears of War-on ilyen brutál állatok voltak, hát most brutál robotok vannak, és a játékmenet is marha egyszerű, igazából két spéci képessége van a robotjainknak, ez ugye változik karakterosztályonként, karakterenként. Ezek közül az egyik az ugye rendszeresen használható kis kihagyásokkal, a másikhoz pedig szét kell csapkodnunk tárgyakat, meg robotokat, hogy energon szilánkokat szedegessünk, és azokkal tudjuk ezeket, hogyha összegyűlt elegend, akkor elsütni. Azon kívül van két fegyverünk, elég limitált lőszerrel, és ennyi. Mi miatt nem tudunk alakulni járművekké, hát nyilván. A Transformers átalakulások, tehát mi az, ami bent tart a játékban, mert mondtad, hogy nem annyira rossz, sőt, az már nálad azt jelenti, hogy egész játszható lehet, mert grafikailag, ugye, hogyha robotbolygón vagyunk, nem volt túl sok dolga sem a dizájnereknek, sem a grafikusoknak, mert majdnem minden fekete. Igen, hát nagyon szépen össze van rakva a játék dizájn szempontjából. Tény, hogy ez a high-tech, szürreálba hajló high-tech világ, ez egy kicsit talán hát olyan egyhangúnak tűnik egy időt, de igazából csak azért, mert annyira egységes. Nyilván ez egy robotbolygó, vagy nem is tudom, Transformer bolygó. Itt nincsenek, így van, meg HOS és orosz bázisok. Itt minden ugyan, nagyjából ugyanúgy néz ki, de ezen belül viszont tényleg
nem válik úgy igazán monotonná a játék, és nekem például a sztori is tetszett, nagyon jók a karakterek, tehát például az érdekes, hogy aki talán még emlékszik a Transformer-es rajzfilmekre, igen. Autobots, Transformer Rollout, meg mit tudom, elhangzik a mondat, és a többi meg a filmek alapján is így nagyon jól összeálltak gyúrva ezek a karakterek. Nyilvánvalóan például az Optimus Prime az itt még csak Optimus, már még nem is Prime. Mert hogy előzmény. Igen. Ő például nem mivé, nem kamionná alakul át, stb. Mert ugye hát az egy minibusszá még, vagy valami. Igen, hát ilyen futurisztikus járgányokkal alakulnak ezek az arcok, de van, aki göbzik ki, van, aki meg gurulós csodákkal, de nem az azért kellett, mert ők már a föld, most nem akarok belemérni itt a Transformer loréba, de hogy például ott még a saját bolygókon ugye nem volt szükség arra, hogy elvegyüljenek, tehát nem kamionná alakul, stb. Ennek igazából multiban van jelentősége. És akkor egy pár szót a multiról. Ami nekem nagyon-nagyon tetszik, az Escalation nevű játékmód, hát nem egy... Csak nem eszkalálni kell. De, mint az állat, úgy kell eszkalálni. Nem egy nagy ördöngösség, hullámokban jönnek az ellenfelek, és őket kell visszaverni, ezt kell túlélni. Marha nehéz, tényleg marha nehéz, főleg azért, mert hogyha mondjuk random arcokkal nyomod online-on, akkor hogyha egy-két pofa béna a csapatban, akkor már bukja az egészet a parti, megismerni kell a pályákat, mert iszonyat gyorsan kifogysz lőszerből, nem találsz magadtól ilyen HP energon kockákat, azokat meg kell venni, de ahhoz tudni kell, hogy mit, hol lehet fel, és ismerni kell a pályákat hozzá. A többi játékmód az meg teljesen hagyományos, nagyon jól kiegészíti az egészet ez az átalakulósdi. Kár, hogy nem lehet annyira összerakni, annyira egyedi transformert összerakni magadnak, mint ahogy azt ígérték, mert mint ebben reménykedtünk. Ja, tehát két rakéta, meg egy... Hát lehet így változtatni, hogy pontosan milyen legyen, de annyira részletesen nem, mint amennyit hogy még elbírt volna. Illetve ami viszont fontos, hogy három karakterosztály van. Van a tank, van a... ezt most nem fog eszembe, hogy pontos, hogy jelj őket. Van a scout, és ki a harmadik... majd bevágod ide, és bármelyiket választod, mind a három karakterosztályban tudsz szinteket lépegetni. És akkor így nyílnak meg elsődleges, másodlagos fegyver, opciók. Itt is a multi az, amire inkább kihegyezték a játékot, vagy singlet szerettek volna, és merré csapták a multit? Nem, egyik sem érződik egyáltalán összecsapottnak. Szóval teljesen korrekt, és nagyon hosszú a single játékmód. A multi pedig szintén rendben van, úgyhogy ott sem érzed azt, hogy ez most csak van. Egyáltalán nem. Az biztos, hogy az eszkélésem, hogy az tényleg nagyon-nagyon nagy fán, hogyha kifogsz egy jó partit, vagy pedig ismerősökkel tolod, illetve nyilván van annak egy kis bentartó ereje, hogy szintet is lehet lépni multiban, tehát ez is egy kicsit motiválja az embert, hogy tovább vacakoljon, illetve hát még nagyon sok időt el lehet szütyögni a single-lel is. Én mondom, én azt sem bántam, meg azt is élveztem. Mehet. Jaj, de jó, hello, szia Laci. Hellosztok. Hogy, mint vagy? Jól vagyok, meg vagyok. Utolsó napokat drúdosom itt, de... Nem baj, lényeg, amit blőrözzünk. Sokat blőröztetek a másik Lacival együtt. Mi a véleményed a játékról? Mert erről annak idén pont vele beszélgettünk egy itteni videóban, tehát most te is megkapod a lehetőséget, hogy a blőről beszélj. Nekem a blőről az a véleményem, látom most már az összes féle videót, amit készítettek, és összehasonlítva a split second-dal, amivel iszonyat nagy harcban állt, hogy... Igen, vannak benne jó dolgok, igazából egy összemixelése talán a Lego Racernek, a Revoltnak, egy kis Carmageddon feeling is benne, csak annyi, hogy nincsenek emberölések benne, de egyébként nekem nagyon tetszett. Most azért elég sok játékot emlékeztél, egy Lego Racer, ez azért egy nagyon egyszerű kis arcade játék, ilyen casual jellegű, Revolt azért az már egy sokkal bonyolultabb történet. Hogy jött ez ki ez a mix? Mert itt gyakorlatilag itt most látunk megint San Francisco-ban járunk, ahol a saját videónk is készült, és hát itt a legújabb Renault-val, ami alig törik, nagyon szép állapotban van. Igen, iszonyat egyébként nagyon idegesítő az, hogy a törésmodell benne a betonéval azonos, tehát
Hihetetlen. Jó definíció. Tehát annyira vártam én is, hogy neki megyek, és hogyha 6-szorra 180-nal neki zúztam a falnak, akkor betölt egy picit. Hát valami van, mert így be van horpadva hátulról. Valami van, igen, de hát ehhez már a világ végének kell lennie, hogy egyébként így lennek az autók. Amit előbb mondtam, hogy a játékok, olvasgattam így hozzászólásokat, meg minden, arra mondták, hogy igazából ez a Revoltnak és a Lego Racernek a Need for Speed grafikájával ötvözött változata. Hát azért szépen repült itt az autó. Mégis ezeken, jó, összekombináljuk ezt a három játékot, mégis van-e benne valami szerinted, ami újdonság, vagy ami egyéni? Hát ami egyéni... Mert amit itt látok, vannak power-up-ok, meg lehet szivatni az ellenfelet, hát ilyet már láttunk. Igen, ilyeneket már láttunk. Egyénit én annyira nem vettem észre benne, talán az, hogy iszonyat nagy hangulata van. Tehát nagyon régen volt, talán igen, az benne az egyéniség, hogy nagyon régen volt ugyanolyan ilyen power-up-os játékunk. Tehát, hogy míg a split second-dal ott rendesen csúszkálni kell, illetve az összes többi játékban egy normális autóversenynél, ha utolsó vagy, akkor utolsó is maradsz. Ha csak nem tudsz valamit kezdeni. Itt azért, ha még utolsó vagy, még akkor sem dőlt el a meccs. Tehát aha, még ott is felszedsz valami bombát, és szétküldöd az előtted lévő hátát, és már is mész följön. Simán azért első helyig fel tudod bombázni magad gyakorlatilag? Hát, ha utolsó vagy, és lehagytak, úgyhogy a világ végén vagy, akkor már valószínűleg nem. De egyébként, igen, tehát ha benne vagy a susnyásba, akkor szanaszét tudod őket szedni néhány ügyesen felszerelt power-up. Ez a része volt, ami a legjobban tetszett neked? Nekem a power-up-ok tetszettek benne, igen, a legjobban. Multizás, mert itt most végig multiról van. A multi részén, igen, a multi része is nagyon tetszett, mert alapvetően szinte azonnal lehetett nagyon sok pályával játszani, míg hát most én most csak sajnos a split second-ot tudom felhozni, mert én azzal játszottam. Ott, ha nem értél el a pályákat a normál, tehát egy személyes játék részben, akkor addig nem szabadítottad fel azokat a pályákat. Tehát gyakorlatilag itt megkapod azt a szabadságot, hogy a multiban bármivel játszhatsz, ami a játékban. Kocsikat is azonnal kiválasztod, igen. És a singleben ott azért csak van egy ilyen... Singleben van egy fejlődésmenet, igen, van. Rengeteg úgy fejlődik az ember, és úgy kap rangokat, hogyha szerez magának rajongókat, mint így ezt látjuk. Most itt meg is kapta az Astra Extreme-et, Elo Game-et. Egyébként... Őt már nem érdekes. Ő lényegtelen, egyébként olyan szép, mint mi. Nem, szóval összefoglalva jó a Blur? Összefoglalva egy igazán finom kis játék, amivel nagyon jól el lehet szórakozni, viszont ott van benne az, hogy grafikailag, mind dologilag, és úgy összeállítottságiban nem ér fel a split second-dal, de egyébként nagyon jó játék. Oké, okay, köszi. Sprung, draft, trunk, punk, sung. Ist három, drükketaste kettő fűr, abkürzung. Nyomjál egy abkürzungot. Igen, az abkürzung gondolom. Gedriftet, 160 méter driftet. Még jó, hogy az angol változatot is teszteltük egyébként, most ez csak épp a német feliratok, az átkapcsolt nyelv miatt. A split second még mindig az a játék, amit már százszor elmondtam, és megkaptam hideget-meleget a reviewért, hogy most mondtam. Nézd meg ez a menü, ez volt arc, akinek nem tetszett, nem emlékszem a nevére, de azt mondta, hogy nem jó a menü, pedig a zene is nagyon jól megvan, tehát tényleg olyan zenét írtak a játékhoz. Teljesen hogy... pöpec. Igen, abszolút pöpec. A játék is kiegyensúlyozott, jó, és hogyha esetleg még nem tudnátok, hogy ez micsoda, akkor ez egy olyan autóversenyes játék, ami a Need for Speed első epizódjai óta végre váratott magára, hogy legyen. Kicsit a Burnoutra hasonlít, ami konzolon hódított igazán teret, amikor szét kellett mindent törni. Csak itt nem a többi autót törött, hanem most pont látjátok is, hogy a többi, mármint, hogy nem a fáros, na, most egy kicsit belezavarodtam, tehát ott is az autót törött, de itt törésmodell nincs, itt a többieket kell széttörni a város segítségével. Tehát sokat kell driftelni. Igen, rengeteget kell driftelni. Alul látod azt a kék, egy kék csík tele van, most azt föl is használta, és berobbantotta a benzinkutat a játékos, most megint driftel, és emiatt megint kapott egy kis erőt. Hopp, egy buszt ráküldtek azért az ellenfelek, tehát arról szól az egész, hogy üvöltve próbál, ez a legjobb, amikor már három powerplay-ed megvan, és akkor most látod, jön a vonat, kisiklik az egész, szétesik, és mindenki, aki előtted ott van, hogy instant replay, meg lehet nyomni, és akkor látszik is, mert de tényleg, tehát a grafikai effektek, meg minden, ami történik, az hihetetlenül jól néz ki, és multiban, vagy neten, vagy bár, vagy akár split screenbe is lehet. Leesett a híd. Leesett, ez egy házdarab volt, de tehát így látod, hogy ezer történés van, és a legjobb az, hogy először tényleg beszívod az összeset, viszont utána már tudod, hogy körülbelül mi hogy dől, hogyha éppen rád küldik, és azért már tudsz úgy manőverezni, hogy mindent ki lehet gyakorlatilag kerülni, hogyha ügyes vagy, és hogyha előrelátóan mész, de
De azért nem az a jellemző, hogyha a partnered vagy a haverod épp a megfelelő pillanatban nyomja meg, hogy akkor most a bolygó robbanjon rád, akkor rád robban a bolygó és meghalsz. Az autóversenyző része az mennyire fontos, mert ez nagyon klassz, amit mondtál, hogy rád esik a... Igen, a hát kell azért menni, de nyilván nézd meg. Rád esik a radar. Igen, tehát a árkád azért rendesen a játék, nem kell azzal szenvedni, hogy igen... fék, gáz, kuplung. Úgy tehát Isten, ilyen nincs, igen, kicsit igen. Vissza, itt menni kell. Az autók között nagy különbség van, ez például pont egy olyan rész, ahol a helikopter lövöldöz rád, ott jelzi, hogy hova fog lőni, és amikor már piros, akkor igen, akkor azokra a területekre fog lemenni, és ez pont egy olyan autó, amit egy kicsit megdobna éppen a robbanásra, csak szerencsére ügyesen vezetett a player. Ennek is mindjárt megvan a piros pávarapja, sőt, meg is jött, igen, és valahol itt talán lesz egy újabb. Az mondják, hogy mindegyik pályán vannak lerobbantható sima kis dolgok, és például itt van ez a következő, tehát ez is félelmetesen jól néz ki, ahogy meg ez, összegyűjtötték ezek szerint az összes, ez az egész irányító torony bedől a pályára, aztán. Tehát ez mi, és jön, és levágja az utat, hogy akkor arra most már nem mész, és átterül erre, és tényleg olyan WTF momentumok vannak benne, hogy mindenkinek érdemes kipróbálni. A Blurnél mindenképp jobb. Halló! Halló, halló, elektorok, kalandorok, WoW utánzók, klónozók! Dévényi Tibor bácsit utánozzuk mi, egyébként meg tényleg WoW klón. Azt nem értem, hogy miért szaggat egy picit ezen a gigászi nagy tévén, de én nem értek nagyon az MMO-khoz, egyedül az Atlantic Online-nal játszottam egy kicsit, azaz még talán néha ma is, amikor épp nem hackerik meg az accountomat, de ez tök úgy néz ki, mint a WoW. Ez nem nyúlták le az engine-t valahogy? Azért nem néz ki ugyanúgy, mint a WoW, mert a WoW-ban nincs 70-es évekbeli szovjet-orosz köztársaságbeli főtér. Sem rohangáló mint ahogy az előbb lehetett látni ezt a főteret. Az egész Hallocban az egyik legzseniálisabb dolog az, hogyha valaki élt ebben a korszakban, vagy ismeri ezt a korszakot, most egy kicsit hadd ne arról beszéljünk, amely képernyőn történik, ott verekszenek ezek a cuccok, ez most mindenki látja, örüljünk neki. Annyira benne van ez az orosz-szovjet hangulat. Tehát... Bocsánat, Malac, éppen felveszük az Hallocz online-t, és benne vagy a videóban, úgyhogy mondja gyorsan, szevasz, mit szeretnél. Malac. Nem baj, én addig beszélek. Itt vagyunk hátul, csá. Van egy új kiegészítője a játéknak, amiben még több hajó van, meg még inkább lehet hajózni, meg ugye ez az egyik leglényegesebb dolog, amivel az egész videó kezdődött, hogy a különböző allodok, ezek ilyen levegőben vagy űrben lebegő platformok. Bár, igen, gyakorlatilag, és ezek között lehet ezekkel a hajókkal közlekedni, sőt, bizonyos szint után neked is lehet ilyen hajód, és a dolognak az a lényege, hogy lehet csatázni a hajók között. Uh-huh. Úgy néz ki, hogy rájöttek, hogy ez az egyik legvonzóbb része a játéknak, mert egyébként hát tisztára olyan, mint a WoW. Tehát jó, azon kívül, hogy ebben a csapatban például egy háromfős csapatot irányítasz, ami azért nagyon jó pofa, mert amikor ijászkodnak, akkor képzeld, az egyik letámasztja az íjat, a másik kihúzza, a harmadik beleteszi a veszélyt körülbelül. Tehát okosan ki van ezt találva. Alapvetően az új playfielden bekerültek ezek a teljesen új architektúrájú dolgok, ezt a mexikói... És hiszen nekem van egy hajóm, akkor ott így megyek el éppen, és látják hát ez a többiek egy ekkorában. Ez most épp a BKV hajó. Jó, de ez picit nagy. Igen, de gyakorlatilag hát nem ekkora te hajód, de hát ott az Astral térben, amint itt lehet látni, lehet irányítani hajókat. Uh-huh. Tehát itt te magad is képes, hogy itt látod, itt van maga az Astral tér. Ez az a földgömb, aminek a földgömb, hát hogy hívjuk, az asztrálgömb? Jó, nem, az úgy jó. Szóval egyébként ezt a nyomod, tehát így minden hát te döntöd be... el, hogy hova mész a hajó, nem, ez a te hajód. Te játszod az Hallocot még aktívan? Mert néha belogolok. Néha benézel. De nagyon ritkán. Tehát ez gyakorlatilag a te hajód, itt szerelheted fel a megfelelő ágyukkal, milyen állapotban vannak, ez a sima ágyuk, azok meg a különböző ilyen lézerágyuk, igen. Itt van a legénységed, mert az is van. Mert hát egyedül nem mégse tudnál egy hajót, ugye. Szereli az ágyút. Hát a goblin mechaniker, azaz a goblin szerelő szereli az ágyút, és most már tűzelésre kész. Tehát láttad attól kezdve, hogy fölfelé billent az orra. És hát most megyünk az Astrálban a saját hajóval. És itt most másik hajót is lehetne megtenni. Hát nagyon reméljük, hogy jönni is fog valaki, ott van. Ott látszik, már húzza a csíkot maga után. Ha. Puff, el is találtuk, 4374. Kritikus treffer, 4374. Hát kritikus treffel, érted, egy kis póker is be van építve. 4374-et lőttünk rajta, és ez egy nagyon jó kis ilyen újfajta PvP tulajdonképpen. Uh-huh. Egészet úgy lehet elképzelni, mint amikor vadászrepülőkkel PvP-znek az ilyen vadászgépes játékok, mint az Ill 2 tulajdonképpen. Akkor átugrott, mint Csolány Szilveszter. Nagyon nagyot tudnak ugrani, de azért, mert a hajón van egy ilyen cucc, ami kilövi őket, mint egy ilyen rugó. Tehát kvázi egy ilyen mágneses, nem is tudom én, hogy nevezzem ezt, egy mágneses ilyen órarugó, gerincű felpattanó. A többi ez meg már a szokásos új playfield, új helyszín,
ezek most ugye egy csapatban vannak, azért van ilyen kék zászló a fejük fölött, ez egy ilyen tömeges csata, ami zajlik, a hátralevő idő 42 perc, 46 másodperc, tehát ez kvázi egy ilyen nagy PvP ütközet kellős közepén vagyunk, és hát itt... Elég kék minden. Hát az asztrált, ők gondolom, így képzelték el az oroszok, az, hogy mi micsoda itt, ezt nem tudjuk. Tehát akkor mégsem annyira WoW klón ez, mert hogy egy csomó olyan dolog van benne, ami a WoW-ban nincs, csak esetleg grafikailag néz ki talán egy picit úgy. Azért WoW klón, mert az elején annyira WoW-szerűen kell grindelni, küldetés, ütömvágom, küldetés, ütömvágom, de utána, amikor kezdődnek ezek a saját hajom lehet, hát az annak már a WoW-hoz semmi köze nincs. Én mindenkinek ajánlom, aki még nem próbálta, kicsit lassú a fejlődés benne, de próbáljátok ki. Eddig nem is jöhette, pedig ez a legjobb kezdés lett volna ever. Szóval itt ülünk a Singularity videótesztünk közepette, és hát most a videón, illetve hát remélem majd ezt látjátok. Ezt látják? Ezt látják, kb. Igen. Éppen a Weapon Upgrade nevezetű ilyen funkcióval találkozunk a pályán, ami hát nyilvánvalóan a nevéből kiderül, hogy ugye a különböző fegyvereket tudjuk benne úgymond felfejleszteni, de ne gondoljon senki arra, hogy itt valami csúcs, szuper, tehát pisztolyban valami iszonyat durva gránátvezet lehet csinálni, csak ugye a pontosságot, illetve a, úgymond a, hogy mondják ezt, az erősségét a fegyvernek lehet növelni. De, hát én ezt most elmondtam, és akkor így kérlek, mesélj te is erről, hiszen te... A játékban található ilyen kis különféle, úgy mondhatni pénzekért lehet ezt megvenni, amit ilyen erőformákban gyűjtesz össze, azokat lehet. Hát itt most éppen... Mára megszívtam, mert magamra haragítottam mindenkit, ahelyett, hogy kinyírtam volna őket. Na, itt, amit most látunk, felvetünk, ezekkel lehet venni ezekhez képest, amiket itt most itt látunk éppen. Az elvesztéseket, meg mindent. Igazából maga a játéknak rengeteg, itt főleg az elején nagyon olyan hangulata volt, mint a Prey-ből is, mert gyerekek rohangálnak ide-ott, gyerekekről látunk különféle bejátszásokat, és hogy hogyan végezték. Prey-ben, amikor erre volták az egészet, és egy iskolabuszt így be dobott elé. Igen, abban is voltak ilyen részek. És a gyerek rácsapta a másikat a vasra, meg minden ott szamszét. Nem úgy indult, hogy jöttek az utók. De. Persze, csak aztán volt egy ilyen rész, egy ilyen iskolabuszos rész. Ugyanerről szólt egyébként az a rész is. De egyébként érdekes, a Singularity-vel kapcsolatban csomó játék így feljön, mint lehetséges előd. Ugye kapásba a Bioshock, ahogy kezdik a Singularity. Ugye gyakorlatilag a script az majdnem ugyanaz. Tehát vagyunk egy helikopteren, ugye egy társunkkal. Nyilván közeledünk ugye a bizonyos sziget közelébe, ahol ugye ez az egész esemény történik. Jön egy energialöket, és így van, lezuhanunk, és akkor egyszer csak felébredünk ilyen lángoló környezetben, lángoló, ilyen mólószerű területen, és akkor ugye tökéletesen egyedül vagyunk, és akkor nyilván ugye folyamatosan megismerjük magát a helyet is, különböző ilyen elhagyott cetlik, illetve ugye jegyzetek segítségével, illetve hát ugye a játék is ilyen útmutatást ad különféle ilyen dolgokról, és ami ugye egyértelmű Bioshock utalás, amikor ugye belépünk először a mondjuk egy ilyen főépületszerűségbe, akkor ugye ott van egy ilyen filmvetítő dolog. Igen, tehát rengeteg archív felvételt nézhetünk meg, az amerikai gyűlölő. Mindenféle ilyen propagandafilmet, illetve ugye a pályákon, ahogy haladunk tovább, elég sokszor lehet ilyen magnó kazettákat, ugye ilyen szalagos lejátszókat találni, ami nyilván arra azt a cél szolgálja, hogy ott is ugye a felvett hangfelvételeket meghallgatjuk. De egyébként én úgy vettem észre, hogy nagyon nem szükséges ezeket figyelni a játékmenet során. Kifejezetten az ízlés kedvéért, az ínyenceknek, hogy végig szeretnéd hallgatni, borzongani akarsz, meg akarod tudni, hogy volt a titok, nyitja meg minden, akkor ezeket érdemes felvenned, de igazából egy lineáris játékmenet, ez megy tovább és nézheted az egészet, hogy hogyan történnek a dolgok, tehát nem kellenek ehhez azok, hogy most én is az elején szedegettem össze a noteszeket, hogy hát ha kellene. Így van. Nem kell, ez csak neked van oda készítve. Így van, és akkor ezek ugye változatosak, valamikor ugye a szigetlakóknak a jegyzetei vannak, valamikor ugye a katonai vagy ilyen orvosi jegyzetek vannak, de igazából egyikre sincs olyan túl nagy szükség, viszont ha már ugye a pályákon elhelyezett dolgokról van szó, akkor figyelni kell a különböző ilyen egészség feljavító kis ilyen szurikra, amik ugye vannak a pályán, illetve ugye az egészségügyi csomagokra, hiszen ezeket is azért keresgélni kell. Igen. És egyébként nekem egy kicsit meglepő volt, hogy rögtön az elején azért már találkozhatunk mindenféle ilyen zombiszerű lényekkel, akiket ugye sújtott ez az úgymond E99-es új ásványi anyagnak a hatása. Ők meg sújtanak le ránk, tehát... Így van. Igen, tehát nagyon oda kell figyelni a legelején a játéknak, hogy a lehető legkevesebb lőszert használják el, mert még a játék vége felé már eléggé... Tehát minden bokorban fogunk találni lőszert, meg minden. Itt az elején azért
azért nagyon kevés lőszerünk van, főleg egyetlen egy pisztolyunk van a legelején, és az meg nagyon lassan tölt újra, nagyon lassan lő is, és igazából elég, hát csak közelről hatásos, és azt fogjuk észrevenni hirtelen magunkon, hogy egy kis késsel megyünk neki a másfél méter szám magasabb iszonyat otromba így dögnek a képen. Igen, így van. Viszont a helyzetünk nagyban változik, amikor ugye végre elérjük azt a bizonyos szerkezetet, amiről ugye beszéltünk itt a videó előtt, ez az úgynevezett időmanipuláló eszköz, igen, ami egy külön teremben van egyébként, ezt majd látni fogjátok, ha eljutok oda a játékban. Szintén egy Bioshockos ilyen motívum, hogy ugye az ember, illetve a karakterünk kezére gyakorlatilag ugye egy ilyen kis robotok, robotkarok felszerelik ezt a TMD nevezetű eszközt, és utána már ilyen nagyon extra dolgokat tudunk csinálni, mint például ugye kezdetben különböző a pályákon elhelyezett tárgyaknak a korát, illetve ugye gyakorlatilag a állapotát tudjuk feljavítani, illetve rontani, attól függően, hogy éppen mire van szükség, tehát így tudunk mondjuk leszakadt lépcsőkön aztán fölmenni, hiszen ha rányomunk a kezünkkel, illetve hát ugye ezzel az eszközzel ezekre a tárgyakra, akkor azok ugye így felépülnek, vagy új állapotba kerülnek, stb. Stb. Később viszont ugye a szörnyek ellen is be tudjuk vetni, különböző ilyen energialökéseket tudunk ugye végrehajtani. Igen, illetve abban pont, hogy ugye ez az időszerkezet azt csinálja, hogy 50 évvel, illetve kicsit igen, több mint 50 évvel megfiatalítja, illetve megöregíti, és az emberekből konkrétan hát kis hullát csináltunk azonnal a múmiát, mert azon elszívjuk belőle az életüket. Ez viszont, ez a szerkezet meg már egy kicsit timeshiftes, ha már itt a játékoknál tartunk, hogy teljesen honnan lopták el, vagy... És most megjött a lány, aki ugye mire emlékeztet minket, a Half-Life 2-re. Már csak Barney hiányzik egyébként, igen. Komolyan, tehát ő egy olyan, egyébként, ha jól emlékszem, ő is egy ilyen tudós-szerű alkat, tehát egy olyan leányzó, aki természetesen minket fog segíteni abban, hogy előre jussunk a pályákon, illetve később majd azzal az őrült tudóssal is találkozunk, aki kifejlesztett ezt a kézi szerkezetet, illetve nagyban szerepet játszott ugye az E99 anyagnak a felkutatásában, és majd ő is segítségünk lesz abban, hogy az aktuális 2010-es, ugye eléggé apokaliptikus állapotot ugye megszüntessük, és amit ugye még nem mondtunk ezzel a TMD-vel kapcsolatban, hogy ezzel ugye az időben is tudunk utazni. Tehát amit említettél, 50 évet, azt ide-oda tugrálunk. Vissza tudunk menni ugyanúgy abba a hidegháborús övezetben, ami akkor volt, az nekünk a múlt, nekik az a jelen éppenséggel, és viszont arra is kell figyelnünk, hogy amik esetleg ott megváltoztatunk, azok meg lesznek változtatva a jövőben is, értelemszerűen. Tehát így valószínűleg ne csodálkozunk azon, hogyha teljesen megváltozott helyszínre érkezünk vissza, mint amin voltunk, mivel hát a mi tetteink a múltban azok mind megkövették azokat a változásokat, amik ott lettek. Pontosan, tehát ez volt a Singularity. Egy végigjátszás szerintünk mindenféleképpen megér, aztán majd meglátjuk, hogy az újrajátszásban ez mennyire hatékony történet. Igen.